Sziasztok, Robi vagyok, és képzeljétek el, hogy kaptam egy különleges küldeményt a postástól, úgyhogy most ezt fogom nektek, előttetek kibontani. Na nézzük. Már látok valamit. Hoho! Számla. Az nem kell. Hanem itt van... hatalomkártyák! Yeah! Megnézem, hogy van-e valami más. Nincs. Aha! Számoljuk meg, ugye itt van... Klerebald gyűjteménye. Klerebald. Ha jól ejtem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hoppá! 10, 11, 12, 14. Most nem 12, hanem 14, és nézzétek, kaptam egy ilyen ajándék kártyát. Az elemek illúziója, ez még nem volt meg nekem, úgyhogy ezt ide rakom. Na, és akkor ugye van jó sok paklim, vagy pakkom, vagy ahogy. És akkor nézzük meg egyesével, meg lesz-e a 10 darab lap. Tökéletes bontás volt, ahogy láttátok. Na nézzük. Oho! Csak nem. Pont amelyik. Ahogy látjátok. Így látjátok, jó? Oké. Okay. Szertartás mester. Így van. Ezt ide rakom. Acélpillangó. Jaj. Nézzétek meg, bíbor mösze. Ez felújított változata. Csomónak. Felföldi ánylepke. Na, ez eddig jó. Na nézzük. Hiha, ezek aztán jó rá vannak. Na mindegy, megvan. Aha, ez... Hoppá. Aranylap a második húzásnál. Hú, ez jó. Várjál, egy kicsit így. És ide a sarokra tesszük az aranylapot. Ja, meg is mutatom így közelről, hogy mi a... hogy mit tud. Sűrűsabb bogár. Könyvmoly. És ezt már láthattátok. Na, második pakliban egy ritka lap. Ez király. Nem is hittem volna. Úgyhogy már nem kell attól félnem, hogy nem lesz meg a tizedik lap, mert meg lett. Harmadik. Metamorfózis, felújított változat, vagy újbóli megjelenése, ez megvan, ez is megvan, és ez is megvan. Ezt ide rakom. Ezeket már megmutattam.
Nézzük, most jön a negyedik. Azt a mindenit. Hú, ez jó sokáig fog tartani. Azt hiszem, maga a bontás. Ó, ez meg... Hajjaj, van ott valami, ami ilyen színű. Hoppá! Még egyet szereztem. Hát nem hiszem el. Ajjaj, ilyen szerencse. Ez ma a második aranylap. Ja, és ez egy új pókmágus. Úgyhogy megvan a nyolcadik. Jézusom, két aranylap. Hát ez nem semmi. Hé, azt a mindenit. Itt egy kicsit a bontásban fennakadás volt, de semmi gond. Ez volt, ez is volt. Hol van? Itt van. Igen. Ez is volt, és a cépillangó. Ez is volt, itt van. Na, most jön a hatodik csomag. Hatodik csomag. És két aranylap. Hú, megint van egy ilyen. Öt már láthattátok, és van egy új lap. Ez a kilencedik poloska. Értitek? És a sajtkukac. Féreg. Most ilyen bogaras kiegészítőt, és így ezzel megvan a 10 lap, úgyhogy ennek már igazán örülök, és még van nagyon sok pakli, vagy ilyen csomag. Nem, inkább csomagnak nevezem. Az a legegyszerűbb csomag. Na, csak egy kicsit nehézkes. Most már mindegyiket megmutattam, hogy mit tud. Poloska. Ez igen, ez megvan, és ez is itt. Egy kicsit így. Így feltettem, így, hogy jobban lássátok, ugye? Hát, azt hűha! Ez nem semmi. Igen. Most már nem is nagyon mutatom, mert már innen láthatjátok. Úgyhogy két arany. Hú, ez mászni. És pont a legelején. Ez jó húzás volt. Itt a poloska. Igen. Ez is ide. Aztán oda. Milyen poén lenne, hogyha még egy aranylap jön neki. Az már milyen mázli lenne. Ebből a 14 csomagból. Sajtkukac. Második. Igen. Ez ide, az meg ide. Na, van még 4. Eddig 10 csomagot bontottam ki. És a 10-ből 2 arany volt. Na, fókusz. Jó erősen kell ezeket kinyitni. Hopp, megint sajtkukac. Aha. Poloska, az jó sokszor van, meg ez is. Most a sajtkukacok ki a világ. Jaja. És van még 2 csomag hátra.
Úgyhogy ez az utolsó előtti, amit én most itt kibontok. Vajon mi lesz benne? Oh, hoppá, 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 hoppá. Valami csillog, villog. Ez valami csillog, villog. Figyelitek? Ajajajajajajajaj. Poloska, arany vagy világítós kivitelben, figyeljétek. Hát ilyet, nem csak hogy két arany, de még ilyet is kaptam. Az igen. Na, látjátok, érdemes volt 14 csomagot vennem, és az utolsó, ez az utolsó eddig nagyon jó húzásaim voltak, és ismét egy sajkukac, azért közelebbről is megmutatom, jó, közelebbről is megmutatom, de ez milyen jól néz ki. Igen, sajkukac. Poloska, és ez. Na, úgyhogy ez lett volna így unboxingos és a kicsomagolós, pakli kicsomagolós videóm. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Jaj, hát ezt megmutatom nektek. Ezt a két lapot. Ez... nem semmi volt az elején, hogy kihúztam ezt a kettőt. Meg a végére ezt. Na jó. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!